Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Mizu legújabb adását látják. Paragrafusok, szabályok határozzák meg a hétköznapjaikat, de vajon a magánéletben is így érik-e a hétköznapokat? A stúdióban vendégeim olyan a műsorainkban szereplő riportalanyaink, akikkel igen sokat szoktak találkozni, tehát talán Önök is, kedves nézőink, hogyha nyomon követik a műsorainkat, viszont most egy picit jobban is megismerhetjük őket. A stúdióban köszöntöm Dancs Norbertet, a Székesfehérvári Járási Hivatal vezetőjét. Szeretettel köszöntelek. Jó napot kívánok, szervusztok! Itt van velünk Polonyi Dóra, a Deponia Nonprofit Kft. PR vezetője. Sziasztok! És Török Szabolcs, a Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatója. Üdvözlök mindenkit, szervusztok! Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és nagyon örülök, hogy végre személyesen tudunk találkozni. Azért az elmúlt időszakban voltak ezzel gondok, erről majd fogunk beszélni, hogy hogyan lehetett találkozni, és hogyan lehetett mondjuk hozzátok bemenni szigorú szabályok alapján, de akkor most, hogy itt ketten maszkban ülünk, és ketten nem, ezt egy picit tegyük helyre. Ugye nálatok mind a két részről felsőbb meghatározás alapján nálatok, miután állami szerveknél dolgoztok, ez egy nagyon szigorúan betartandó dolog. Nálunk is az, természetesen. Úgyhogy most ebben az esetben itt maszkban fogunk. Így van, egészen pontosan így van, és ezzel elértük azt az ültetés miatt, hogy a másfél méter is megvan a nem maszkban lévő között. Így van. Teljesen szabályosan vettünk. Így van. Egyébként, ha már itt tartunk, és egy picit a járványhelyzetről kénytelenek leszünk itt a műsor elején beszélni, hogy ez a ti életeteket hogyan érintette. Kicsit beszéljünk arról, hogy egyébként oltást kaptatok-e már, és átestetek-e már a betegségen. És egyébként, ahogy az előbb mondtam, milyen módon befolyásolta az elmúlt, hát nem tudom, hogy hónapokat mondhatok-e, vagy akár egy egész évet, vagy több mint egy évet. Norbi. Természetesen kaptunk oltást, hiszen be se engedtetek volna minket ide zárt térre, úgyhogy igen, megvan az oltás, mind a kettő. Most már nagyon örültem neki, családommal is a szüleink túl vannak már rajta, őket féltettük nagyon, de láttuk rajtuk is, hogy amikor megkapták, akkor utána már az esélye megnőtt annak, hogy az unokákat magukhoz ölelhetik, de azt is úgy csináltuk, hogy szabadtéren és óvatosan, hiszen féltettük őket. Feleségem is, én is túl vagyunk az oltáson, szerencsére azok a tünetek, amiket a dokink elmondott, azok jelentkeztek, azon felül semmi, mi is megkönnyebbültünk. Én úgy gondolom, hogy racionálisan gondolkodva, ugye amíg oltás nem volt, addig a szabályokat kellett betartani, amikor az oltás megvolt, az meg egy lehetőség már arra, lehetőség volt arra, hogy visszatérjünk az életbe, így beszélgethetünk most végre, és nem online módon, és a kamera és a mikrofon gombot váltva, nyomogatva, úgyhogy hála Istennek most itt vagyunk, és ez az első olyan beszélgetés, amit nem online folytatunk. Gyerekeink iskolába való visszamenetele, gondolom, az még később szóba jön, ott is megkönnyebbülést éreztük, legalább akkorát, mint az oltásnál, hogy levették azt a jó értelemben vett idézőjeles terhet rólunk a pedagógusok, és Szabinak üzenem, hogy több szülővel beszéltük, hogy természetesen alkoholmentes pezsgőt, de majdnem durrantottunk az iskolába, beviszik a gyerekeinket, és innen üzenem, hogy a pedagógusokat nem csak szeretni, hanem tisztelni is, mert nagyon nagy munkájuk van. Tehát nálunk négy gyerek van, ők 30-al foglalkoznak, én a négyen nem nagyon bírtam, úgyhogy itt hajlok meg és minden. Tiszteletem az övéké. Egyébként nálatok a járási hivatalban hogy zajlott az elmúlt néhány hónap? Nagyon szigorú szabályok, intézkedések betartása mellett folyt a munka, és hangsúlyozom, hogy olyan munka, ahol az ügyfelfogadás is folyamatosan megvolt. Nyilván a kormányablaknál és azokon a helyeken, ahol nagyobb számú ügyfél volt, próbáltuk úgy irányítani az ügyfelmozgást, hogy előre időpontfoglalással volt lehetőség hozzánk érkezni, de természetesen zökkenőmentes volt. Azok a írásban beadható kérelmek, ugye egyrészt a online felületen, ugye itt az ügyfélkapus megoldás nagyon jól működött, másrészt pedig, hogyha olyan ügyfélkör volt, aki nem rendelkezett ügyfélkapuval, akkor pedig úgy szintén nagyon szigorú szabályok mellett egy doboz volt kihelyezve a bejárati ajtó olyan részéhez, ahol szinte elzárt volt, nem is érintkeztünk vele, ott bedobták, és utána volt jó néhány nap, amíg azt pihentettük, de természetesen igyekeztünk úgy ellátni a feladatunkat, hogy a határidő, az ügyintézési határidő mindvégig be legyen tartva. Tehát szigorúan vettük a szabályokat, ezáltal elértük azt, hogy sajnos érintett minket is
a hivatal, de minimálisan, és amikor pedig sajnos beköszönt a vírus, akkor pedig azokkal a csúsztatott műszakokkal, tehát a kettes megosztással, hogy voltak, akik mindig együtt voltak, a másik pedig vagy back office munkát végzett, vagy máshol volt, elértük azt, hogy mindig volt csereemberünk, de természetesen csapatokat cseréltünk. Én úgy gondolom, hogy a kollégáim, osztályvezető kollégáim mindent megtettek annak érdekében, hogy zökkenőmentesen folyjon az ügyintézés, a munka. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ennek ellenére volt nagyon szomorú haláleset is a hivatalnál, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon megviselte a kollégák mindegyikét, az egész hivatalt, megrendülten tapasztaltuk, hogy az a százalékos mennyiség az minket is elért, ami itt a Covid-ral kapcsolatban hazánkban volt. Nagyon jó munkaerők voltak, családanyák, családapák, nagyon sajnáljuk őket, és hát nyilván mindent köszönünk nekik, amit a magyar közigazgatásért, állami közigazgatásért, és ezen belül pedig az utolsó 9 évben pedig a Székesfehérvári eljárási hivatalért, illetve az itt érve állampolgárokért tettek. Igen magas szinten mindegyik kollégán kiváltképpen jó munkaerő volt. Fogadjátok őszinte részletünk. Köszönjük szépen. Dóri, nálatok igen, itt a depóniánál hogyan alakult az elmúlt pár hónap, és veled? Igen, ezek után azért úgy nehéz megszólalni. Sajnos nálunk is volt egy haláleset, tehát minket is érintett ilyen szinten is a járvány. Mind a munkahelyen szerintem, mind egyébként a magánéletben mindenkinél változások következtek be. Lehet azt mondani, hogy szerintem az embereknek a gondolkodásmódját, a világhoz való hozzáállásukat változtatta meg a járvány. Hát, ahogy a magamról kell beszélni, akkor én azt mondanám, hogy megtanultam minden percét értékelni szerintem a mindennapoknak, amiben nagyban változott. Tehát tényleg minden apró örömnek. Akár, hogy itt vagyunk, akár, hogy megyünk dolgozni, akár, hogy mehetünk kirándulni, erdőbe, szabad levegőre, vagy éppen mehetünk futni, sportolni, ami szerintem nagyon-nagyon fontos. A kapcsolatokat is úgy gondolom, hogy befolyásolta, tehát annak ellenére, hogy én már Y-generációs vagyok, és abszolút az online világ egyébként, amiben én is élek, még azért annyira nem, mint a mostani generációk, de ez inkább ez a hangsúly áttolódott ugye az online világ felé. Ez a munkahelyen is így volt, nekünk nagyon-nagyon sok rendezvényünk volt, szemléletformáló rendezvények, nyílt napjaink, amik elmaradtak, különböző gyerkőc programok, mi szoktunk járni egyébként oktatni is, tehát ez is be volt tervezve a különböző intézményekhez lévő oktatás. Ezt a tavalyi évben egyébként pont egy rövid időszakban sikerült megvalósítani egy-két székesfehérvári intézménynél, úgyhogy annak nagyon-nagyon örültünk, de inkább tényleg áttolódott az online térbe az egész életünk, szerintem ezt ti is tapasztaljátok. Viszont igenis foglalkoznunk kell az emberi kapcsolatokkal, tehát hogy szerintem az a legfontosabb, hogy igenis beszélgessünk, igenis keressük másoknak a társaságát, akár online, akár most már az offline térben is, úgyhogy én nekem ez az elmúlt egy év tapasztalása. Hát ugye itt aztán a Szabolcsra rátérve, ha rád nézek, a digitális oktatás jut eszembe egyből, aminek én mondjuk, én is ezt úgymond elszenvedő alanya körben voltam. Körben nézek, nekem is az jut eszembe. Esetleg közben valaki beírna a műsor közben, akkor szívesen megverjük a Szabolcsra. Milyen kíványság lenne a kedves nézet. Állok előtt. Már gyorsan fut, vagy gyorsan kerékpározik. Ő is csak egy szabálykövető ember. De hát ugye itt az összes intézményt érintette, ugye nem akarok most az időben sorban végigvenni azt, hogy most tényleg melyik osztályok meg hogyan, de most hál' Istennek végre visszatért mindenki. Nektek milyen nehéz volt ez az elmúlt időszak? Hát hivatali szinten, hála jó Istennek, nagyon fegyelmezett kollégákkal vagyok körülvéve, és tényleg egymást tudtuk megerősíteni ebben a rendkívül új helyzetben. Ami az irányító szervi utasítások továbbítását jelenti. Rengeteg dolgunk volt a háttérben,
Gondolok itt tényleg az online oktatás megszervezésének a technikai feltételek megteremtésére 140 feladatellátási helyen, 5 járás területén, valamennyi iskolánkban biztosítva a feltételeket. Azon túl pedig nyilván az idei tanév, amikor elindult, akkor onnantól kormányhivatallal együttműködve folyamatos fertőtlenítőszerek, logisztikai feladatai is, olyan új feladatok, amik nem klasszikusan tanügyigazgatási feladatokként értek minket, tehát bizonyosan nekünk is egy új helyzet volt mindenképpen a megszokott hivatali életen túl, egy sokkal operatívabb, sokkal gyakorlatiasabb és fizikai segítségnyújtásban is megnyilvánuló időszakot tudhatunk most magunk mögött. Egyébként Norbihoz csatlakozva én is szülőként rendkívül örültem a nyitásnak és az újrakezdésnek. Pláne úgy, hogy kiselsős a gyermekem, úgyhogy ővel aztán külön érdekes volt az online oktatásban a betűk tanulása és az olvasás számolás. Na, de egy tanár apukának ez nem lehet olyan nagy nehézség. Hát, annyi hiba csúszott, hogy a Sputnik oltást kapott, és oroszul ír a gyermek. Az apuka kapott Sputnik oltást. Nem, majdnem azt kaptam, de nem az lett. Viszont, hogy szokták mondani, ez a Schusternek a saját cipője, tehát ez mindig problémásabb. Én nagyon örülök, hogy most már visszatért a tanítónénik világába, és az ő szárnyaik alatt most. Hála Istennek, most a biztonságban van a gyerek, úgyhogy elhivatalunk le is szárról, a török családról. Megnyugtatunk. Nem nincs veszélyeztetve otthon. Magánéletben hála jó Istennek elkerült minket maga a betegség. Az oltás az teljesen természetes volt kezdetektől. Feleségem családjában sok orvos található, tehát nekünk ez nem volt kérdés, rögtön az elsők között regisztráltunk, és hát kivártuk a sorunkat nyilván. Hála jó Istennek, tényleg mi is, ahogy Norbi is elmondta, nagyszülők megkapták ők is a megfelelő védőoltást, és talán ez volt a legnehezebb szülőként megélni, hogy a nagyszülő-unoka kapcsolat az egy online térbe került, de rendkívül büszkeséggel mondhatom, hogy 81 éves édesanyám kezeli a tabletet, és Skype-on tartja a kapcsolatot napi szinten az unokával, úgyhogy ez azért óriási dolog szerintem. Igen, most ugye szidjuk az online világot, de azért ez látható mindegyőtöknél, hogy a jó pozitív hozadékai is megjelentek, és nem csak a munkában, a magánéletben szerintem. Is, mert például ugye van lehetőség arra, nálunk is volt olyan, hogy nem tudtunk a nagyszülőkhöz elmenni ebédelni, és akkor szépen messengeren, kamerával elmentünk a mamához, ő kimerte a leveskét, bepakolta, elhoztuk, és délben mindenki otthon evett. Azt hittem azt hozott ki, hogy ezért hétvégén éhezett az egész család. Vagy online megfőztétek, online vacsorát. Tehát, hogy vannak ennek azért pozitív hozadékai, rátok tekintve, mi az, amiben a legjobb részét látjátok ennek? Én úgy gondolom, hogy az, amit Szabi az előbb említett, az a példás összetartás, egymás segítése, és mindenképpen én a férvári járásra, legfőképp a Székesfehérvárra gondolok, a Székesfehérváron működő intézmények, hivatalok nagyon jó összhangban együtt dolgoztak. Talán nem is tudnék kiemelni olyan szervezetet, aki nem, mindenki. Azoknak a operatív törzs irányából érkező utasításoknak a betartása könnyedén ment. Ugye a városnál az ottani hatósági főosztályjal minden nap egyeztetés volt, a Szabiekkal gyakorlatilag mindent megbeszéltünk, és olyan szépen gördülékenyen túl lettünk ezen a nehéz időszakon, természetesen áldozatokkal, és azokat a negatív dolgokat itt felsoroltuk, de én azt mondom, hogy hozadék az egyértelműen az, hogy van egy kohézió itt a járáson belül, a városon belül, és ennek az összetartásnak, az egymás segítésének, ennek megvolt az előnye. Nyilván racionálisan, hitbe, és minden egyéb módon, én azt hiszem, hogy le a kalappal itt élők, és a
a hivatalban dolgozók előtt, mert egy nagyon nehéz időszak volt, de megfeleltek, túl vagyunk talán most ezen a harmadik hullámon, és az oltásban bízhatunk egyértelműen, hogy azok az előbb említett szülő-unoka viszonyok, azok a nyáron egy kicsit ki tudnak teljesedni, és az ölelések azok meg lesznek családon belül is, és ahogy te említetted, a hétvégi finom ebédek is. Ebben kell bízni, túl kell rajta lenni, mert bizony egy nagyon megterelő nehéz időszak volt pszichésen mindenkinek. Azért gondoljátok bele, azok a nagyszülők, akik ugye tényleg mindenüket, az egész életük az unoka volt, mondom, mindannyiatoknál így van ez, ők azért milyen nehezen élhették azt meg, hogy gyakorlatilag a kerítésen kívül integetett neki az unokája, vagy a gépjármű ablakán keresztül. Ez borzasztó. Nagyon nehéz, de túl vagyunk rajta, most reméljük egy jobb időszak körül, és az oltásban pedig bízunk, és bízunk abban, hogy egy szép, jó nyarunk lesz. Dóri? Igazából én azért nem ítélem el ezt az online világot, tehát hogy szerintem nagyon sok hozadéka volt ezzel kapcsolatban. Ugye, mivel a Deponi alapszolgáltatást lát el, tehát hogy mi végig dolgoztunk, meg mindenki, de hogy ők tényleg mentek, és nap mint nap, főleg a fizikai állományunk, ugye hóba, fagyba, melegbe és járványba is minden nap helytálltak. Természetesen vonatkozik ez ugye a szellemi állományunkra is, ott is nagyon nagy volt az összetartás. Sokan dolgoztak ugye home office-ba, de az első nehézségek után szerintem mindenki alkalmazkodott nagyon-nagyon hamar ehhez a helyzethez. És tényleg ez az összefogás, amiről már beszéltünk, tényleg amit erősítettünk, az a belső kommunikációnk. És ez szerintem nagyon-nagyon fontos, mert akkor tudsz akár kifelé is kommunikálni, akkor tudsz igazán hatékonyan dolgozni, hogyha van egy belső összhang, és van egy nagyon jó belső kommunikáció, és ez szerintem nálunk abszolút működött, úgyhogy reméljük most jobb lesz, bár most jön a nyár, most jó meleg van, tehát azért nálunk tényleg mindig tehát ilyen viszontosságok között dolgoznak a kollégák, úgyhogy én itt ezúton is köszönöm nekik magánemberként is, és mint ott dolgozó is, én nagyon örülök, hogy ennek a csapatnak a része lehetek, úgyhogy nekünk tényleg ezt hozta szerintem az emberi kapcsolatokat, és a magánéletbe is. Mennyivel könnyebb lesz most a kollégáitoknak, ugye mondtad, hogy jön a meleg, nem fagyod a személygyűjtő konténer, tehát teljesen könnyebben föl lehet. Igen, meg nem fagy bele a hulladék, pont beszélgettünk. Tehát tényleg leakadt a kollégáitok előtt, mert soha nem maradt ott egyetlen egy szemét sem előttünk olyan háztartási hulladék, és ők is ugyanúgy, ahogy a mi kollégáink végig dolgozták ezt, igen, az időszakot. Nem home office-ba, mert home office-ba nem tűnt volna el a szemét, a hulladék az udvaron. Tényleg az a tisztelet reméltó, hogy járványhelyzet ellenére hiába van félelem bárkiben, ők becsülettel tényleg ellátták kollégáitok a feladataikat. Tehát azt elképzelni nem tudjuk, hogyha egy fizikai dolgozó azt mondja, hogy hát fél bemenni, nem veszi fel a munkát, hát akkor ott maradunk a szemétkupac tetején. Tehát ez hihetetlen, hogy mennyire tudatosult bennünk is az, hogy mennyire megtanultuk értékelni azokat a fizikai dolgozókat, akik szinte észrevétlenül vannak ott a mindennapjainkban. De ugyanez iskolai szinten, a takarítónők munkája. Most láttuk igazán, hogy mennyire fontosak ők a technikai személyzet egy iskolában, hogy ott tényleg rendben legyen minden. Így van, és ne felejtsük el az egészségügyben, a frontvonalban dolgozókat sem, akik aztán tényleg nem tudták megtenni azt, amit ugye mi, hogy távol maradunk a vírustól, hanem ők ott voltak közvetlen közelében, és ott azokkal a maszkokkal, azokkal a védőfelszerelésekkel emberek életét próbálták megmenteni, és ott is kiemelem a takarítói személyzetet, hogy gondoljatok bele, hogy ott a higiénia fenntartására micsoda nagy szükség volt. Úgyhogy én most egy szívecskét, hogyha lenne itt egy monitor, akkor a szívek megnyertének mögöttünk, de a nálatok Mizuba természetesen őt is fejet hajtunk előttük, hiszen ők voltak a frontvonalban, az összes többi back office feladatot pedig végezte a többi hatóság, mint például a mi kollégáink. És hát az egyértelmű hozadéka volt, amiről még nem beszéltünk, a pedagógusok vonatkozásában, ahogy én látom, tényleg nagyszerű volt az összefogás, amit már a tavalyi online oktatás bevezetése is jelentett, hiszen nyugdíj előtt álló kollégák
akik már úgy voltak vele, hogy ők már el fognak menni egy-két éven belül nyugdíjba, szépen hagyományos módszerekkel tanítanak, és tényleg az élet azt hozta, hogy odaültek a fiatal kollégák mellé, és ez a jó gyakorlat átadás, ez nagyon jó volt megtapasztalni, hogy ők is belevetették magukat, annál is inkább, mert ha már generációkról beszélünk, azért az alfa generáció már ott van az általános iskolákban. És teljesen más módszereket követelnek, vagy hát igényelnek, bocsánat, talán ez a jobb szó, hogy más módszereket igényelnek, és máshogy kell megszólítani. Én azt gondolom, hogy ha vissza is áll az életünk a normál kerékvágásba, hiszen mindannyian azt szeretnénk, óriási hozadéka és óriási nyereség az, hogy a meglévő frontális osztálymunka mellett már egy kicsit ki tudunk nyílni, és a pedagógus kollégák is tudják alkalmazni az online térben megtanult technikákat, akár egy osztályszinten is, egy csoportmunkánál, akár az egyéni feladatkiosztásnál. Most van értelme tényleg a digitális oktatás iskolai szintű alkalmazásának is, és ebben óriási segítség volt sajnos. Meg ezt ugye most meg is tartottak belőle, tartanak a legtöbb iskolában egy részt, mondjuk, hogyha kiáll a tanár, akkor mondjuk rögtön bekapcsolja már akár a bármelyik felületet, és akkor mondjuk a hiányzó gyerekek tudnak jelen lenni. Az IKT technológia az teljesen jelen van, és jelen is kell, hogy legyen. Egyébként még egy érdekes hozadéka, amit a irányít vettem észre. A régi időben olyan furcsa ezt mondani, nem? Hogy időszámításunk előtt lassan. Tényleg egy törésvonal az emberiség történelmében, és majd ugye elgondolkodtam, hogy jelenik meg majd ez pár generáción túl a történelmi tankönyvekben. Mert benne leszünk, és mi leszünk benne, a jelen világunk lesz benne, már mint történelem, mert volt a Covid előtti, meg a Covid utáni életünk. Visszatérve, a Covid előtti időszakban, tekintve, hogy 5 járás területe, 60 székhelyintézmény, 86 tagintézménnyel működünk, 3500 kollégán tartozik a tankerület csapatába. Az igazgatói értekezletek, az intézményvezetői értekezletek általában havonta, inkább két havonta egy személyes értekezlettel, és akkor ott egy egész napos értekezlettel oldottuk meg az információ átadást. És most szinte heti rendszerességgel online igazgatói értekezlet, mindenki a saját igazgatói irodájából, a saját iskolájából becsatlakozik, sokkal hatékonyabb. És én azt biztos, hogy megőrzöm, tekintettel arra, hogy bár ugyan lehetne személyesen, és kell is majd nyilván személyes alkalmakat találni, de sokkal nehezebb megoldani, nem? Egyrészt igen, az utazással, a terem megtalálásával, így viszont tényleg pörgős, hatékony, és valóban egy olyan interakció valósult meg, ami addig nem volt jellemző. Hát a mi szféránkban is kialakul ennek majd egy kultúrája, hiszen a versenyszférában azért az megszokott volt, amikor volt egy olyan cég, amelyiknek a világ több helyen volt székhelye. Ugye nálunk azt is meg kell majd tanulni, hogy hogyan viselkedjünk, milyen ruhába üljünk le a kamera, illetve hát a készülék mögé. De leülés nem mondjuk, ne állj föl. Vannak vicces videók a szféráról, mi legyen a háttér, ugye? Vagy szoba melyik részén. Ott esetleg kimegy el, kimozog el, kimozdul el, melyik gyerek dob valami repülőt, vagy a kutyus mit csinál. Viszont én egyébként a ti esetetekben ilyen ügyintézés tekintetében azt érzem, hogy ahogy a digitális oktatásnak is van egy jó előnye, így nálatok is azért felgyorsulni látszik az ügyintézés, vagy hát más módja van, és mondjuk én egy kicsit azt érzem, hogy lehet, hogy ha ez nem lett volna, amiben most vagyunk, akkor lehet, hogy ez sokkal később jön el, nem? Nálunk is mondjuk az online ügyintézés az ugye sokkal inkább preferált terület lett. Előtte is volt már, tehát amit észrevettünk, hogy előtte is volt online ügyfélszolgálatunk, amit ugye a honlapunkon keresztül érhettek el egyébként a lakosok, és ott intézhették az ügyeiket, de sokan ugye szívesebben jönnek be, és ez egyébként érdekes megfigyelés, hogy nem csak a úgymond idősebb generáció, hanem azért vannak, akik nyilván ragaszkodnak a személyes ügyintézéshez, tehát szerintem azért az is kell, de az online
felületen keresztül sokkal több dolog érkezett be, sokkal több ügyet intéztünk ott. Én, amit még a saját munkakörömben észrevesztek, hogy ugye ez a social media, ez eddig is preferált terület volt nálunk, eddig is fönt voltunk ugye a közösségi oldalon, viszont most már két másik közösségi platformon keresztül is megtalálhatóak vagyunk, és az megint egy másik célcsoportot ér el, tehát hogy én egyébként ennek nagyon-nagyon örülök, hogy ezeket is elkezdtük használni, ezeket a felületeket, és szerintem nagyon értékes tartalmak kerültek ide ki, mert természetesen van a nyomtatott formában is előforduló tájékoztatónk, de én azt vettem észre az utóbbi időben, hogy ezek, amiket ezekre a közösségi felületekre készítünk, ugye sokkal könnyebben emészhetőbb, sokkal inkább kép- és vizuális centrikusabbak, amit a fiatalok sokkal inkább elolvasnak egy rövid kis posztot, mint mondjuk egy több oldalas tanulmányt. Nyilván más az értéke, de röviden is lehet egyébként értékes tartalmakat gyártani, úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon jó dolog pluszba. Ez biztos, hogy jó irány, de azért a komment szekció az számomra mindig egy óriási kérdőjel, mert annyi hozzáértő ember. Igen, most voltak azért olyan témáink, amik hát moderálást kívántak meg. Mi nem szoktunk törölni egyébként hozzászólásokat, tehát pontosan azért vagyunk fönt. Ez egy kétoldalú kommunikáció, tehát persze megvan a veszélye ennek az egésznek, de azt nem gondoljuk, hogy csak egy oldalon kell így, és akkor mindent oda kitolunk, és akkor ő nem szólhat hozzá, de szóljon hozzá. Nyilván, hogyha valami csúnya, trágár dolgot ír oda, most azt moderálom, tehát hogy az nyilván az ki van törölve, de még szerencsére lekopogom, olyan még nem volt. De azért igen, kívántak türelmet már ahhoz, hogy ezeknek a kommenteknek az olvasásához, és ugye azt nem szabad szerintem elfelejteni, hogyha a másik oldalon vagyunk, hogy ezen az oldalon is ül valaki, ezen az oldalon is, tehát hogy én is vagyok mindkét oldalon már, de hogy igen, tehát hogy... Ez nagyon jó gondolat, bocsánat, de ebbe most bele kell, hogy kapaszkodjak, mert bennem is ez fogalmazódik meg mindig, hogy tényleg ezen az oldalon is ugyanúgy emberek, igen, családanyák, családapák, igen, ülnek. Igen. Tehát amikor olyan dologgal szembesül az ember, nem mondom, hogy igaztalanul, de meggondolatlanul egy olyan komment áradattal, ami én lelkizős ember vagyok. Én ezeket elismerem magamról, és ez nem túl jó dolog, de tényleg szíven tud ütni, amikor úgy belegondolok, hogy mégis mit gondolhatott a hozzászóló, hogy mi nem ugyanolyan nehézségekkel küzdünk az életünkben. Igen. Szülőként nem ugyanazzal szembesülök, mint ő egy iskolában. Tehát... Biztos észrevettétek, ez a témakör, ez nem nagyon szóltam hozzá, a hatósági ember lévén, ugye nálam alapelve, ez a neveltetésem még annak idején a tanító mestereim a közigazgatásban, úgy tanítottam, hogy mindig az ügyfélnek van igaza. Aha. Ez így is van, egyébként így gondolom. Aztán, hogy belül mit gondolunk, hogy az asztal alatt miket mutogatunk, az megint egy más kérdés. De egyébként meghallgatjuk, és neki van igaza. Azért csak bólogattam, de hatósági emberként itt nekünk teljesen egyértelmű, evidens, hogy az ügyfél biztos jót akar, a kérését pedig megpróbáljuk teljesíteni. Mindegyőtöknek nagyon felelősségteljes a munkája, ez most így ebből is ugye átjött és kiderült. Egy picit beszéljünk arról, hogy ebbe a munkakörbe, amit most végeztek, hogyan csöppentetek bele? Menjünk mindegyőtökön végig egy picit, kis szeletkében persze, mert a műsoridőn gondolom nem lenne elég annyira hosszú mindegyőtöknek a története, de hogy addig az időig hogy jutottatok el, hogy most éppen azt csináljátok, amit csináltok, és hát tényleg, ahogy mondtam a műsor elején, hogy paragrafusok között élitek az életeteket, hogy ez volt minden álmotok egyébként, mindegyőtöktől kérdezem. Norbi, te nem tudom, hogy aktatáskával a születben, vagy a kezedben születtél-e és Zakóban, de azt tudom, hogy családi indítatásod az volt. Hát itt van egy aktatáska, hogyha esetleg a pedagógus, illetve a szemetes szekciótól jönne valami támadás, akkor megvédjem magam, de persze csak itt.
Visszaemlékszem a régi fényképekre, tehát hogy nem úgy emlékszem, hogy én ott vagyok, hanem amikor már később láttam. A Mackó meg Kislabda, az volt mellettem, de diplomatáska az nem. Azért a gimi idejében, a telekis időszakomban volt divat ez a dipitáska, akkor jövő, marha elegánsak voltunk egyébként, vele biztos. A Szánzáros az ilyen szuper elegáns volt, az egy-két gyereknek volt. Jól meg is bántam, mert egyszer-kétszer elfelejtette a kocsámat, vagy áttekertük neki, nyitott állapotban, és akkor lehetett. Nyilván akkor sör nem volt, de egy kóláért, vagy egy szamba csokiért, akkor elárultuk a kódot, mert ez volt a... Meg nem tudom, emlékeztek, hát te semmiképpen nem, mert az a generáció, hogy aki akkor még nem is gondolatban sem léteztél. Most mi beszélgetünk? Igen, lehet, hogy... Akkor jött be, Szabolcs, biztos emlékszel, ez a számológép, ami az órán számológép, amit kiválóan lehetett nyomogatni. Bár annak volt olyan vékony helye. Na hát a Láng Hugo tanárúrmat, a tanárosztályfőnököm már allergiás volt erre, úgyhogy ki is lett tiltva az iskolából, az ő órájában mindenképpen. Na hát szóval ennyit így az oktatáskáról, nem, nyilván nem így van. Jól mondtad, talán korábban beszélgettünk már erről, hogy szüleindítatás volt, egy édesanyám dolgozott a közigazgatásban, a jelenleg pont a járásnál lévő, akkor még munkahelyi központnál, most már a foglalkoztatási osztály neve, de hát a nevek azok egy dolog. Nálunk is nagyon szép, hosszú név van kiírva a címer köré, de hát attól még az alap az ugyanaz, az embereknek segíteni, a kérésüket teljesíteni, egyfajta jogszabályi környezetben irányítottan, mert ez maga a közigazgatás egyébként, és hát talán onnan jött az indítatás, igen, és aztán jöttek azok a lépcsők, földhivatal, a jegyzőségek, és aztán utána, amikor megalakult 2013-ban újra ismét a járás, mert azért ne felejtsük el, hogy ez 83-ig volt, csak aztán utána volt egy olyan időszak, mert a közigazgatásban ez a szint ez nem létezett. Volt, nyilván ezek a feladatok be voltak helyezve valahova, tehát máshol megyei önkormányzat, közigazgatási hivatal, önkormányzatok előtte a tanácsnál, tehát megvoltak. Ezek csak a maga, a cím, a rend, a csoportosítás, az lett újra járás, és aztán utána ott találtam magam, és hát a kollégáim többsége még mindig itt van velünk, szerencsére sokan elmentek már a jól megérdemelt nyugdíjba, és azt élvezik, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy ők a mai napig telefonon tartják velünk a kapcsolatot, visszajárnak. Sajnos ugye az elmúlt években rendezvényt az ő számukra nem tudtunk szervezni, rendezni, de a telefon vagy az online tér, de inkább az analóg telefontér az a rendelkezésünkre áll. Hát így vagyunk mi ezzel. A gyermekeim, hogyha kérdeznek a szakmáról, a hivatásról, akkor mindig a valósat mondom, mert nyilván ennek megvannak a nehézségei is, hiszen ne felejtsük el, hogy úgy a mellettem ülőkkel azonosan nálunk is emberekkel kell foglalkozni, és az emberekkel való foglalkozás az azért mindig hordoz magában nagyon sok nehézséget. Itt mondtátok a problémát, nagyon jól mondtad Szabolcs, hogy a mieinknek is, az asztal ezen oldalán ülőknek, vagy az ügyféltérnek a hivatali irodista oldalán is lehetnek családi problémák, lelki problémák, de plusz még fölvenni a másik oldalon ülőknek a problémáit, aki esetleg azt úgy oda önti elénk, hát ez igencsak magas fokú toleranciát és önmérsékletet követel meg. Úgyhogy megvannak ezek a szépségei is a szakmának, de összességében pedig nagyon jó érzés, amikor az ügyfél úgy távozik a hivatalunkban, hogy látjuk az arcán azt, hogy segítettünk, hogy örül, nem is azzal a módszerrel oldottuk meg a problémáját, ahogy ő gondolta, de mondtunk neki egy másikat, ami a jogszabályokkal azonos, és így távozik. Úgyhogy ez egy szuper jó érzés. Én úgy gondolom, hogy akikkel együtt dolgozom, és nyilván más hivatalokban is, akik a hivatalokban dolgoznak, az emberekkel, hogy jellemzően ilyen vérmérsékletű emberek vannak. Nyilván lehet érzelgősnek is lenni, de azért a jogszabályok betartása és a határozottság az úgy gondolom, hogy mindannyiunknál elengedhetetlen, mert hát vannak olyan dolgok, amiket nem tudunk segíteni, ezt ki kell mondani, és ezt a véleményünket ezt tartani kell. Bármi történik az asztal, vagy a plexi, most már ugye a plexi van a másik oldalán, tehát a sírások, a hisztirohamok és az egyéb magatartásformáktól el kell tekinteni. Szerencsére olyan nagy dolog nem történt, tehát biztonsági szolgáltat még nem kellett hívni, hogyha egy ügyfélnek nem tudtunk segíteni. Általában azért meg tudtuk oldani a problémáikat. Bocsánat, itt a határozottság kapcsán nekem most bevillant egy olyan dolog, természetesen minden szavával egyetértve Norbinak,
De én azt úgy szoktam megfogalmazni, hogy a határozottság mellett és a jogszabályok betartatása, hiszen jogalkalmazók vagyunk mindannyian, nem jogalkotók, alkalmazzuk a jogszabályokat, és nyilván kell egy határozott betartás, betartatás. Ugyanakkor nekem egyetlen egy szó, ami ehhez mindig is társult, és azt hiszem, hogy ez most már így marad nekem az életemben, az az alázat. Én ezt rendkívül fontosnak érzem, pontosan azért, mert emberekkel foglalkozunk. Tehát, hogyha ha kellő alázat van, és az alázat az általában, tehát semmiképpen nem pejoratív az én értelmezésemben, tehát nem egy megalázkodást jelent, hanem sokkal inkább egy odafigyelést és egy olyan alázatot, mind a hivatásunk, választott hivatás, mind pedig a beszélő partnerünkkel szemben. Ennélkül elképzelhetetlennek tartom. És ezért... Ezt olyan szépen megfogalmazta a Szabi, hogy amíg én beszéltem, volt ideje gondolkodni, de úgy visszaveszem annyiban, hogy ez annyira szép volt, hogy majd valami kis cikkben ezt így fogom kezdeni, hogy az alázat. Nagyon rendben van ez szóval. Szerintem is a munka iránt, igen, szerintem is az alázat az... Pontos. Bár én most itt kilógok egy kicsit a sorból, úgy érzem. Én azért nem gondolom, hogy kilógsz, mert azért te is egy olyan munkahelyen dolgozol, igen. Ahol lehet, hogy nem, hát ott is vannak nyilván, szabályok, jogszabályok és a többi. Igen, nálunk igen, van egy csomó, tehát hogy természetesen, tehát jogszabályok szerint akár fogyasztóvédelmi törvény, bármi, tehát hogy van egy csomó olyan jogszabály, amit követni kell. Hogy mennyire estem távol vagy közel, ezt szoktam mondani, hogy így közel is vagyok a munkámhoz, meg távol is. Én ugye kommunikáció és média szakértőként mesterdiplomáztam, tehát azért, és most PR-osként dolgozok, tehát azért annyira nem estem távol tőle, hogyha kedvenc főnökömet idézem, szemeteséknél vagyunk, ez ilyen jó, vagy kukások, tehát hogy kukásék. Így köszöntöttem én is őt egyébként. Igen, tehát, hogy... Vissza az alázatos, nem gyalázat, alázat. Tehát, hogy attól igen, a környezetvédelem az mondjuk mindig fontos volt számomra, tehát gimnáziumban is ilyen gimibe jártam, de egyébként tehát, hogy így nem volt a hulladékos dolgokhoz közöm, de a PR-os része az pedig abszolút, tehát abszolút hozzám kapcsolódik. A jogszabályokat, ezeket a minden a szakma rejtélyeit, azt a főnökömtől tanultam, és az olyan kollégáktól, akikkel így már régóta együtt dolgozom. Nekem ez a második munkahelyem, az első az egy, az sem volt annyira kitérő, de úgymond lett mondani. Ilyen fiatalom már kettőt? Igen, már kettőt. De az első... De innen nem megy sehova, csak... Igen, munkába. Viszont a csoporttársaim már negyedik, ötödik, hatodik munkahelyeket fogyasztják, tehát ebbe a generációba szerintem a második az elég jó. Szerintem egy elég jó arány. Az első munkahelyemen is egyébként ilyen szelektív hulladékgyűjtéssel tehát azzal kapcsolatos munkaköröm volt, és itt a cégnél hát már 7 éve itt vagyok, én ezt úgy mondom, hogy ez szerintem sok. Úgyhogy szeretem is ezt csinálni, egy csomó mindenben szabad kezet kaptam, akár arculat kiépítése, akár szemléletformálás, akár, tehát ezek ilyen könnyedebb témák, én erre gondoltam a kilógásba, hogy természetesen jogszabályokat nekem is figyelnem kell, mert a honlapot is én szerkeztem, és azért ott egész sok törvényi előírásnak kell megfelelni, vagy éppen választadásnál, tehát hogy vannak ilyen dolgok, de szerencsére olyan dolgok csinálok, amit én nagyon-nagyon szeretek, és egy csomó mindenbe szabad kezet kapok, viszont ha szükségem van segítségre, akkor egy olyan főnök áll mellettem, aki mindig segít, úgyhogy viszont... ezúton is köszönöm ügyvezető úrnak, úgyhogy én köszönöm a állásfők ezért. Hogy erre az előző gondolatodra rákössek, hogy miért nem logsz ki, ugye Norbi is bemegy a különböző hivatalokba, és ugyanúgy, ha kell, akkor bármilyen ügyintézésben szerintem ugyanúgy tud segíteni, te is mész az iskolákba, nyilván járod őket. Te pedig... Már, hogyha Szabi bemegy tanítani, akkor szóljatok már a gyereket kiiratni. Kérdezd meg a volt tanítványaimat. Nem biztos, hogy félreértsem, hogy a poénom volt. Szóval Norire visszatérve, te pedig, ha kell, akkor akár egy PR kisfilm erejéig felpattansz Commando, a kukás autóra, és még most csak most készül valami, úgyhogy... Még új dolog is készül. Igen, ami reméljük jó lesz. Na hát akkor ennek nem megyünk elébe, majd meglátják a nézők.
Egy picit beszéljünk a magánéletetekről, hogyha amennyit szabad róla tudni. Ugye te neked 4 gyermeked van, és ahogy itt így egymással elviccelődtök, az azért van, ugye, mert hát baráti viszonyban vagytok, együtt jártok pecázni, úgyhogy van közös hobbi is. Ilyeneket tudsz? Mesélj egy picit erről. Tőletek tudom. Nem semmi. Jól értesült vagy szerkesztőként. Az éjszakai pecák nem minden részletét. Nem, semmi jobban. Tehát ott az elalvás után tudom mondani, jó? Igen, ez így van, ahogy mondtad, és hát előbb nyilván egy poén volt, tehát mindenkit megnyugtatok, hogy abszolút jól ismerem Szabolcsot, jó barátságban vagyunk, család is, gyerekek is, több együtt töltött horgász este volt, pecás délután este volt, vagy egész nap, roppantul szeretik a gyerekek a természetet, és akkor így meg is van az a közös pont, hogy az alázat mellett a második a természet szeretete, hogy te is, Dóri, említetted az előbb, ez mennyire fontos, tehát na hát ez nincs máshogy nálunk sem. Nagyon szeretünk itt a természetben lenni, azok a különböző hangok, amik ott körbevesznek minket egy horgásztó mellett, akár a tó irányából érkező békakurutyolás, és akár pedig hátulról, a szénából, a fáról, a tücskök, a madarak, az este, amikor a nap lemegy, akkor pedig ugye az őzek előjövetele távolra egy tisztásról, szóval ez óriási élmények. Gyerekeknek is mindig szólunk, van távcső is nálunk, és akkor ezeket úgy mutatjuk nekik, hogy élvezzék az életet, élvezzék a természetet. Hogy a városi ember lévén ez nekünk nagyon fontos, hát aztán közben, ha meg görbül a bot, az meg óriási dolog, és ha sikerül megfogni, ráadásul úgy, hogy a gyermekeim... Főleg, hogyha gyerkőc fogja, mert azért ott voltam az első 8 fölötti, barni, amikor kiemelte, és egyedül. 6 évesen a 8. Szerintem mi jobban izgultunk. Igen, ez így van. Na hát aztán utána, amikor megvoltok, akkor meg jobban irigykedtünk, mert ugye 6 évesen még nem volt 8 kilós halunk, csak ilyen kis töltve hadságot fogtunk, de hát nyilván szép dolog az irigység, de hát természetesen a büszkeség utána az nagyon jól esett, és ami viszont nagyon fontos, ha ezt a sztorit már említetted, hogy utána, amikor ennek híre ment azon a tavon, hogy a kis srác, a Barnabás fiam egy ilyen szép halat fogott, akkor jöttek oda a hasonlókorú gyerekek, és kérdezték, hogy mivel fogtad, és ugye általában a horgász társadalomban nem illik megmondani a csali, mindenféle tévútra viszik a kérdezőket, teljesen mást mondanak, ugye a leggyakoribb a pálinkás kukorica, az hihető, de nem, a fiamat figyeltem, és akkor gyakorlatilag belenyúlt abba a csali zacskóba, és mindegyik társ, horgász társának, kortársának adott belőle egy marika, és akkor láttam, hogy jó lelkű gyerek, akár már tanár, szemetes, vagy közigazgatásban dolgozó is lehetne. Jó, és szemetesen megbeszéltetni. Én nem. De azért 4 gyerekkel zajlik az élet. Zajlik, gondolom, soha nem unatkoztok. Rendesen zajlik. Van egyébként hasonló indítatás bármelyik gyerkőcben egy ilyen pálya felé, mint a tév? Egyelőre nem kérdeztük még meg őket. A feleségem is egyébként a közigazgatásban dolgozik jegyzőként, úgyhogy a minta, a példa az ugye nagyjából egy irányból jön. Mindig a valósat és az igazat mondjuk nekik, tehát nem csak a jót, hanem mindig bemítettem már, hogy a rosszat is, teljes képet kapjanak az egészből, aztán rájuk bízzuk majd. Valóban zajlott az élet az elmúlt évben, itt az eredeti témához is visszakapcsolódva, és hát a feleségemmel mi is nagyon vártuk ezt az időszakot, amikor az iskolák újra nyitnak. Azért nem titok, biztos vagyok benne, hogy több nézőnk, és több gyermek van, és azonosul velem, vagy azonosul, hogy tud velem, egyetért velem abban, hogy azért a szülőket is pszichésen ez elég rendesen megviselte. Ott jöttünk rá igazából, hogy a szülői szerep és a pedagógusi, a tanári szerep, a nagybetűs tanári szerep, az nagyon elválik, elkülönül egymástól, és az iskolában van a helyük a gyerekeknek. Jó az online tér, jó, mi biztos jó, meg jó volt most, de azért az, hogy egy pedagógus, a pedagógus ott az osztályteremben megszólítja őket, és azokkal a normákkal tanult tudásával tanítja meg nekik azokat a szükséges információkat, az elengedhetetlen. Remélem, hogy a közigazgatásban az ügyfelek ugyanígy gondolják, hogy az, hogyha bizonyos területekre elismerem, hogy szükség van itt a digitális térre és a online beadásokra, persze van egy csomó olyan ügy, de azok a konzultációk, amik speciálisabb, akár építéshatósági, vagy környezetvédelmi, vagy egy beruházás előtti megbeszélések, akár egy kerekasztalnál, ahol több szakág ott van, azok azért nagyon fontosak. És hát természetesen mellettem ül a Dórinak a legkönnyebb, mert hát maga a háztartási hulladék az online térben nem fog eltávolni az épületünket. Igen. Dóri, te... Igen, nekem nincs 4 gyerekem, azt nem. Te még ezelőtt. Én még ezelőtt járom, de... Viszont sok igen. Jó kis hobbid van. Igen, nagyon sok hobbim van, szeretek
sportolni. Egyébként, amit kevesebben tudnak rólam. Szeretem, ugye a környezetvédelem az fontos, de egyébként nagyon szeretünk kirándulni, és a párommal van egy Bakancs nélkül nevű oldalunk, ahol megosztjuk ezeket a tartalmakat. Ezek ilyen azért, mezitlábas túrák? Igen, akartam mondani, Bakancs nélkül, igen, tehát, hogy azért... A gazi van bekösve a lábad, igen. Igen, azért, de nincs rajtam Bakancs, nem, ezek olyan túrák, szeretünk túrázni is egyébként, tehát el szoktunk menni nagyobb túrákra is, de ez a Bakancs nélkül ötlet, ez onnan jött, hogy ne csak a bakancsos túrázók, hanem a tornacipős sétálók is lássák Magyarország csodás kis helyeit, és ezek olyan könnyen megközelíthető, akár majd a távlatban a hordozóval, vagy bármivel megközelíthető helyszínek, és ilyen rejtett kis kincsek Magyarországon, amik itt tényleg nem kell bakancsot húzni rá, úgyhogy nekünk ez az egyik hobbink, ugye ott a fotózás, ugyanúgy megvan, ami a munkámba is, a tartalomgyártás. Tehát ez ilyen blogszerű? Igen, ez egy közösségi felületen van egyébként, tehát hogy ez egy abszolút ilyen magán jellegű dolog, de ezt kevesen tudják rólam. Úgyhogy ezt együtt csináljuk, ezt nagyon-nagyon szeretem. A sport az a másik. Úgyhogy online térben nem főzök, viszont szakács a párom, úgyhogy szerencsére nem is kell főznöm. Az jó. úgyhogy ez, és igen, hát a gyerkőc az még az elettünk álló dolog. De folyamatosan tanulok, és itt van nekem az alázat egyébként, akár a munkám iránt, és akár a tanulás iránt. Én hiszek az életen át tartó tanulásba, úgyhogy most pont egy webdesigner képzést csinálok, úgyhogy az még így a hobbim pluszba. Szabolcs, nálad ugye van egy kisfiú, akit meséltél, igen, hogy elsős, és hát most már lassan másodikas akkor, és akkor most fellélegezhettek, hogy jön lassan a nyári szünet, gondolom. Mivel, igen, fogjátok tölteni? Ugye nagyon sokat kerékpározol, azt azért lehet róla tudni, túrázni te is szeretsz, és, igen, tánc is a hobbit, ha jól tudom. Volt olyan időszak, persze a tánc sem múlik el soha, én azt gondolom, úgyhogy az egy olyan dolog, ami végigkíséri az embert. Én gondolkodtam, hogy kilóg ki a sorból, és aztán itt a múlt fölelevenítésen arra jöttem rá, hogy én lógok ki, mert gimnáziumba jártatok, én viszont műszaki szakközépben végeztem, de én gépész szakon végeztem, és onnan mentem magyar teológia szakra, tehát én alapvetően pedagógusnak tartom magam, és mindig is pedagógus maradok, és a szakmai része, a pedagógia része az, ami engem elkísér. És mindennek ez az alapja nálam. A hobbik azok tényleg úgy jönnek, hogy egyrészt a kikapcsolódás, ahogy Norbi is említette, és ketten, az csoda, amikor leül az ember, és csönd van, és nyugalom van körülötte. A sport, a másik, a kerékpározás, az országúti kerékpározás, az meg egyértelműen egy feszültséglevezetés, mert hát azért gyűlik bennünk a feszültség szerintem a mindennapok élethelyzeteiben, és muszáj valahol kiadni. És hál' Istennek a kisfiam is most már egyre nagyobb kerékpár rajongó, úgyhogy én most már várom, mert most talán az első olyan nyár, amikor megkerüljük a Velencei tavat együtt, és szerintem őt is el fogja majd ez kapni. Ha nem, és más irány lesz, akkor abban fogom támogatni ezt természetesen. Mi is ezt várjuk egyébként. És nagyon jó hordász is egyébként a Szabolcs fia. Nagyon jó érzékkel fogja a halakat. Így van. Úgy mondta a Szabolcs, hogy kikapcsolódás. Igen, a hal nem beszél vissza. Ugye? Viszont még egy hozzám való kapcsolódás, illetve csak egy kicsi, hogy azt láttam, hogy az Ibl Miklós gimnáziumban is tanítottál. Ott kezdtem a pályafutásomat. És én pont akkor jöttem el onnan, amikor te oda kerültél. Ott kezdtem, és még autószerelős képzés is volt, és azt őket is tanítottam. Én nagyon szerettem a csak fiú osztályokat egyébként, teljesen más volt a dinamikája, mint a gimnáziumban, de csodálatos éveim volt a gimnáziumi tanárként is. Azért sok minden kiderült ebből a műsorból, mert ugye nem olyan régen Szabolcs
jó érzéssel küldött nekem egy képet, hogy nézd meg, milyen szép, nem tudom, 70-es, 80-as évekbeli Csepel kerékpárt rakott össze. Két kedve néztem, aki baromi jól nézett ki a kerékpár, csak nem hittem el, hogy ő rakta össze. De most ebben a műsorban megtudtam az okát, hogy igen, ő rakta össze, hiszen műszaki középiskolában járt, illetve utána autószerelőképzés is voltam az iskolában, hogy most már kinézem belőle. Most hittem köszönöm. El. Neked is köszönöm, szerkesztő, hogy akkor ezt most helyre került. És ne haragudj, hogy most bevallottam, hogy nem hittem. Bölcsészként furcsa is lenne biciklét összeletni. Jó, szépen megcsináltam. Most emeltem az értékel a kerékpárnak legalább egy 50 000 forintot ezzel együtt. De nem eladom. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Jókedvű beszélgetés volt, és remélem, hogy még sokszor találkozunk veletek, akár a munkátok, vagy akár bármilyen más téma kapcsán. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük szépen a lehetőséget. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, legközelebb is lesz nálatok, mi tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!